1942. június 21-én Gyöngyösön 12 társammal együtt Uzdóczi Zadravec István tábori püspökül szentelt föl bennünket. Szentbeszédének egyik mondatát említem csak meg. A papnak a tenyerét szenteljük meg, nem az öklét. Az emberek háborúskodnak, ti menjetek és adjatok áldást az embereknek. És én elindultam. A rend 1943-ban a visszacsatolt Újvidékre küldött. A pasztoráció mellett magyar, német és szlovák iskolásokat hitoktattam. Különösen fontos és szép volt számomra csángókkal. Krizosztom atya mondása szerint a példásan vallásos néppel való lelki foglalkozás. Két hetenként a rendőr laktanyában erkölcstant is tanítottam. Cserkész csapatot szerveztünk és vezettünk, de szerbül és horvátul is tanultunk. A háború rettenete már közel volt. Mi azonban sohasem féltünk, aggodalmaskodtunk, bíztunk Isten gondviselő erejében. ...1944 őszén hárman maradtunk az Újvidéki Rendházban, Köröztös Krizosztom házfőnök, Kovács Kristóf atya és én. Október végén a várost elfoglalták a partizánok és a szovjet csapatok. Minket, hármunkat a partizánok, az újvidéki magyar lakosokkal együtt elhurcoltak. A folyamőri laktanyába vittek, majd onnan Kompal át a Dunán, aztán végighajtottak bennünket az országúton, egészen India faluig. Fogságunk során vesztette meg Köröztös Krizosztomot, az Indiába vezető úton pedig Kovács Kristófot, akit szemem látára gyilkoltak meg. Ez a Köröztös Krizosztom kelyhe, ezzel misizett Újvidéken a haláláig. Magammal hoztam, és azóta is őrzöm. Szentmiséimet ezzel végzem. Minden misémben megemlékezem róla. India faluban történt a szállásolásunk, és ott aztán két napig nem tudtam magamhoz térni, illetve félájultam, meg lázasan voltam. Este azonban körülvettek még én az emberek, főképp a temerinnyek, hogy atya, gyóntasson meg bennünket, mert nem tudjuk holnap mi lesz. Kértem őket, hogy mindjárt imádkozunk el közösen a bűnbánati imát, és feloldozom közösségben, és majd ha lesz időnk, akkor hát egyenként is gyónhatnak. Másnap bejön az egyik partizán fiatalember, azt mondja, atyám, ne jöjjön ki, mert magát is várják itt, és agyon akarják verni. De maradjon nyugodtan, néhány nap múlva mi tovább megyünk, maguk itt maradnak, és dolgozni kell. A második héten közénk csaptak vagy 200 öreget, indiait és környékbelit, volt köztük német, horvát, zsidó, éjszaka mindegyiket kivégezték a Dunaparton. Állítólag szemtanúi voltak a partizánok rémtetteinek, ezért kellett meghalniuk. December 3-án közölték velünk, hogy hazamehetünk, zuhogó esőben hazáig futottunk. 1945. április végén jött a rendelkezés, aki nem bácskai délvidéki születésű, annak el kell hagyni a Jugoszláviát. Amikor Budapestre fölérkeztem, romba dőlt város fogadott. Heteken keresztül temettünk, rengeteg volt az utcákon a halott. Igyekeztünk gyógyítani az emberek lelki sebeit, egy jobb világban reménykedtünk.